Mozgássérültek Budapesti Szervezete Terézvárosi Egyesületének vezetője a vendégem, Herczlné Rohonyi Olga. Szeretettel köszöntelek. És a név már magában a témát is előrevetíti az önök számára, és nekünk is. De Olga, az elmúlt időszakban én elég sok időt töltöttem rehabilitáción. És hát rengetegféle korlátozott, mozgássérült emberrel találkoztam. És leszűrtem azt a tanúságot, hogy tulajdonképpen furcsa ez az egész mozgás korlátozott lét. Mert ugye mi magunk csak azt látjuk, hogy valaki esetleg sándít, vagy húzza a lábát, vagy kerekes székes. Aztán hála Istennek még vannak nagyon jó rehabilitációk, ilyen a Szent István, Szent László Kórház rehabilitációja, ami szerintem az ország egyik legjobb ilyen intézménye, ahol egy 3-4 hét alatt, 5 hét alatt attól függ, hogy milyen a probléma, helyre rázzák az embereket, helyre pofozzák tornával, kezelésekkel, remek gyógytornászokkal, kihúzzák egy ideig, szépen menek, nem is lehet észrevenni semmit, majd természetesen, amikor otthon nincs az a fajta kezelési kényszer, ugye mindenki egy picit lustább, visszaáll az eredeti régi állapot. Na, és akkor innen jön ez a kis beúta, erre majd azért szeretném, hogyha visszacsatolnál. Szóval honnan számít valaki mozgáskorlátozottnak, vagy mozgássérültnek, akár mentálisan, akár hivatalosan? Mindenféleképpen a betegség típusa. Tehát, hogy mondjam, nyilván, hogyha valaki mondjuk gerincbeteg, ez talán ez a betegség, ami nem látszik, nem látványos, mert nyilván tehát olyan, akinek van egy végtaghiánya, egy kar, vagy egy kéz, vagy egy láb, az látsz, azt mindenki látja. Igen. De például egy gerinc problémát, és bizony ők is mozgássérültek, és nagyon súlyos esetek is vannak, az nem látványos. Na most maga a betegség is lehet olyan, hogy ilyen hullámzó. Tehát van, amikor viszonylag azt mondják, hogy szalad, idézőjelben persze, igen, és van, amikor, hát van én nekem olyan mozgássérült sorstársam, aki bizony van olyan, amikor a kerekes széket kéri, mert nem tud menni. Tehát 2-3 lépés, és kész, és ott vége. Tehát ez nyilván a betegség típusától függ. Úgyhogy hát nagyon-nagyon tehát változó. Ez az orvosi diagnózis, és ez nagyon-nagyon változó tud lenni. És egyébként a diagnózis, az egyértelműen ilyenkor ráírják a korlapjára valakinek, hogy mozgássérült? Például mikortól számít az, hogy valaki kapjon egy mozgássérült igazolványt? Meg hát ez is egy érdekes, amit mondtál a gerincbetegeknél. Sokszor egy gerincbeteg fut. Úgy néz ki, mintha semmi baja nem lenne, és aztán utána lehet, hogy éppen egyik percről a másikra egy pohár víz fölemelése problémát jelenthet. Ez pontosan így van. Na most tehát amikor az ember elmegy ehhez az orvosi bizottság elé, ott nem írják rá, hogy rokkant, vagy hogy mozgássérült, hanem hát az orvosi diagnózist, ami a betegsége, azt írják rá, és azt írják, hogy mennyivel csökkent a munkaképessége. Na most mozgássérült igazolványt az kaphat, aki 40%-ot eléri. Tehát azt kaphatja meg a parkolási igazolványt. Úgyhogy most ez egy kicsit visszás dolog, mert van olyan ismerősöm, ugye a Helynemedin közismertebb nevén a gyermekparalízis, a gyermekbénulás. Ugye mindenki tudja, hogy az 50-es évek 55 és 60 között volt több éven keresztül egy ilyen, hát nem egy, hanem több ilyen hullámba, tehát ez a Helynemedin járvány, ami igen, valami iszonyatos volt, és nem tudták a gyerekeket ágyakba, tehát a Lászlóba, a földön, pokrócokon feküdtek a kisgyerekek, alig lehetett elmenni tőlük, ezt édesanyám mesélt, hogy iszonyatos járvány volt. És ezek az emberek, ugye most már hát ugyan 60-70, kit melyik hány évesen ért utol ez a szörnyű betegség, amin nem tudnak segíteni, és
ezeknél az embereknél 60 éves korban egy ilyen lépcsőszerű zuhanás, tehát most nem pont csöngettek 60 évesen, de olyan 60 éves kor, 60-65 éves korban látványosan összezuhannak. Na most van ismerősöm, nem is egy, akinek mondjuk az egyik lába, nem tudom én, 6-8-10 centivel rövidült, tehát ezt azért nem lehet azt mondani, hogy ugye szimulál, mert ilyen vastag ortopéd, tehát csináltatott ortopéd cipőbe jár, és elképzelhető, hogy miután csak az egyik lába beteg, nem fogja megkapni a rakkantkártyát. A dr. Hegedűs Lajos, aki 20 év, 18-9 éven keresztül volt a MEOSZ, a Mozgássérült Egyesületek Országos Szövetségének a vezetője, ő egy előadását hallgattam, és ő például elmondta, hogy neki szerencséje volt, ő is helynemedinás, és ilyen nagyon magasított cipőbe jár, neki szerencséje volt, mert kapott egy sztrókot is, ezért megkapta a mozgássérült kártyát. De nincs sztrók, nem kapja meg, pedig ilyen cipője van. Szóval ez egy ilyen érdekes dolog. Érdekes faramúci helyzet. Szóval ez egy ilyen visszás helyzet. Hát, és aztán hát van, mondom, tehát akinek a betegsége 40%-ot eléri, az megkapja. De minden esetre most január 1-től nincs az, hogy a, mert azt hiszem... Jogszabálykörnyezeti változás állt be? Igen, tehát január 1-ig a régi, úgymond 7 pontosra, amit még a házi orvosok állítottak ki, ha az volt írva, hogy az állapota végleges, akkor megkapta az illető. De aztán ez január 1-től úgy változott, hogy csak úgy kaphatja meg, hogyha elmegy ehhez a, most ilyen szép hosszú neve van, az orvosszakértői intézethez, és akkor annak a papírja alapján állítja ki az önkormányzata a parkolási kártyát. Hát nem csak a parkolási kártyán, nagyon sok minden van, ami a mozgássérülteket a mindennapi életben korlátozza. Ilyen például az, hogy az akadálymentesítés még mindig nincsen mindenhol megoldva. Hogy látjátok? Hát úgy, hogy nincs megoldva. Tehát ez sok esetben eléggé katasztrofális, mert tehát nálunk tehát jártam úgy például, hogy ez nem most volt 2008-ban, de szerintem nem változott a helyzet, hogy szerettünk volna elmenni vonattal Sárospatakra. Jött kerekesszékes velünk, és akkor felhívtam a MÁV-ot, és mondom, hogy kérem szépen a beemelős kocsit. Tehát amihez van egy szerkezet, és akkor beemelik a kerekesszékest. Jó, kezit csokolom, természetesen, hogy ne. Jó. Hova tetszenek utazni? Sárospatak. Oda ne utazzanak, mert a sárospataki állomás nem akadálymentes. Menjenek Miskolcra. Hát jó, de nem oda szerettünk volna menni. Úgyhogy végül is úgy oldottuk meg, hogy busszal mentünk, és aztán hát a kerekesszékeseket, tehát egy kerekesszékes volt, akit segítséggel fel tudtunk rakni. Idézőjelben nekem úgymond szerencsém van, mert nem lebénult. Mert ha lebénult, akkor nem tud. Tehát akkor ő se tud segíteni. Igen. Sajnos már a helyettesem nem él. Ő például egy olyan vagány pali volt, aki kiugrott a kerekesszékével a fél lábával. Comb középtől volt amputálva. Maga kóna alá vette a könyökmankot és futott. Idézőjelben persze, hosszú távon nem tudott ő se azért. De minden esetre megtanult lépcsőzni, és pár lépcsőt fölment, hogyha kellett. Na de hát ez azért, tehát ő azért egyrészt egy férfi ember volt jó erőben. Igen, meg is kell tudni tartani egy testet. Így van. Na most, hát vannak kerekesszékesek, sőt a zömejava olyan, hogy ugye, tehát elhízik. Nem tud úgy mozogni, ahogy az kívánatos lenne, nem azért, mert sokat eszik, hanem egyszerűen a mozgáshiány miatt hisznak el. Tehát
És akkor nyilván, hogy akkor nem tud úgy kiugrani, mint ez az én helyettesem, aki egyébként egy eléggé sportos pali volt. Egyébként, hogy mennyire fontos ugye az, hogy jó fizikai kondícióban legyenek azok is, akik ilyen problémával élik az életüket. Látszik, hogy mivel kell megküzdeni. Tehát azt a testet meg is kell tudni tartani. Igen. Tehát azért az nem annyira egyszerű. Igen. Ezért nem olyan egyszerű, hogy programokat szervezetek, pedig ti nagyon-nagyon sokat szerveztek. Igen. Igen, hát ez úgy van, hogy ugye minden hónap utolsó szerdáján az 5-ös utca 10-ben van a 321-es civil szobába összejövetelünk. Ott akkor tényleg bármi problémát bárki, akár négy szem közt, hogyha olyan jellegű, természetesen meghallgatom, és hát ha tudok, akkor segítek is nyilván. Tehát összejöveteleken nagyon kellemesek szoktak lenni, és minden, és rá körülbelül egy olyan két hétre, akkor meg valami programot szervezek. Hát ez télen ugye nyilván színházi évadban a színház, hangverseny esetleg, ha van rá igény. És most húsvétkor? Hát most húsvétkor, most pedig rendezvény lesz, egy úgynevezett nyuszi buli. Hát ez ugyan nem húsvét előtt, hanem húsvét út, mert jóval előbb lett volna ugye az utolsó szerda, hanem húsvét után lesz, hát ilyen locsolóbál jelleggel, még azért az belefér, azt gondolom. Hát lesz egy kis műsorunk, lesz egy kis büfé, lesz egy a kerekesszékes táncosok eljönnek, utána lesz egy citerás kislány, aminek én nagyon örülök, hogy fiatalok is ezt a szép régi, hát magyar hangszert játszanak, tehát művelik. És ha minden igaz, akkor lesz egy olyan hölgy, és ezt el akartam mondani, aki a harmadik kerületi vezető, Sárközi Robertné Erzsike, és ő például 81 éves, mondjuk senki meg nem mondja róla, két műcsípőnél és egy tért protézissel, és 76 évesen kezdett el boxolni. Próbálom összerakni a képet magamban. Igen. Igen. És szóval minden elismerésem az övé, mert egész egyszerűen ilyen lelki erővel én embert még nem láttam. Fantasztikus a hölgy. Én azt hittem, hogy igen, olyan 60 körül. Hát egyszer őrület, igen. Szóval fantasztikus. Tehát nagyon-nagyon sokat számít a hozzáállás. Tehát ő nem akar beteg lenni, és ő nem beteg. És mondom, három protézis van benne, igen. Tehát... Hát igen, az emberek, hogyha egyébként, hogy mennyire jók ezek a protézisek, és mennyire jól alkalmazható, hogyha az jól van megtanulva, hogy hogyan használjuk, mit lehet vele megtenni, mit nem szabad megtenni, és alkalmazkodunk a körülményekhez, akkor végül is nagyon jó dolgok tudnak kijönni belőle. És egyébként ő neki látszik a mozgásán, hogy na most, protézis hát igen, most cserélték benne most az alkatrészt. Az egyik alkatrészt, igen. Nem tudom, hogy jobb vagy a bal protézisét, csípő protézisét, ami egyébként egy nagy műtét. Nagyobb, mint az első, mert ugye ki kell a régit szedni, és akkor hát igen. Be kell kérdés, hogy ugye mit találott az operáló orvos. És hát ugye vissza kell rakni egy újat. Tehát ez egy nagyon nagy műtét. Most nagyon megviselődött ez a hölgy, de remélem, hogy eljön hozzánk, mert kb. Fél évvel ezelőtt hívtam meg, hogy ugye a nyuszi buli csodálatosan vers szaval, és nagyon szeret versenyt, és mondtam, hogy akkor eljössz hozzánk, és akkor eljön. Úgyhogy remélem, hogy eljön. És reméljük, hogy minél hamarabb ismét igen. El fog tudni menni egyzésre, és föl tudja újraépíteni a saját életét. Igen. Hát ez egyszerűen hihetetlen tényleg, hogy mennyire nem szabad elhagyni igen. Magát az nem, embereknek. Nem. Kaptuk-e segítséget, támogatást a kerületi önkormányzattól itt Terézvárosban? Igen. Tehát ezt is akartam mondani, hogy voltak éppen az önkormányzat a tavalyi év folyamán, hát idén is nagyon bízom benne, és miért ne lenne ugyanígy. Tavaly voltunk ugye 10 évesek, és erről is hírt adott a televízió, és nagyon nagy vonalúan a polgármester asszony támogatott bennünket, és hát tényleg úgy gondolom, hogy kellő keretek között tudtuk megünnepelni ezt a szerintem szép jubileumot.
és hát egyébként is a civil pályázat keretén belül tavaly például Erdélybe voltunk, és hát bizony 150 ezer forinttal az önkormányzat támogatta a szervezetet, ami azt gondolom, hogy a mostani nehéz helyzetben azért végül is nem kis dolog. Kis dolog. És úgyhogy, és hát aztán a második fél évben is kaptunk támogatást karácsonyi rendezvény megszervezéséhez, libavacsorát, tehát mindig ugye minden hónapban van egy valamilyen program. Tehát igen, én azt gondolom, hogy tényleg köszönettel tartozunk az önkormányzatnak, mert hát a szervezetünket maximálisan, hát nyilván a lehetőségeihez mérten, de támogatnak bennünket, úgyhogy nagyon, nagyon tényleg a polgármester is, alpolgármester asszony is, tehát bármikor, bármivel a kerület vezetéséhez fordulok, tényleg segítenek, szóval. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk, kedves nézőink. A tanúság számomra az, hogyha valakinek van mozgásszervi problémája, attól nem szabad föladni, karban kell tartani magunkat, edzeni kell, odafigyelni egymásra, odafigyelni mindenre, amivel jobbá lehet tenni az életünket, és aztán részt venni nagyon jó programokon, együtt lenni a sorstársakkal, akik reméljük, hogy előbb-utóbb barátokká válnak. Nagyon jó ünnepséget kívánok, nagyon jó bulizást, nyuszi bulizást nektek. Kedves nézőknek megköszönöm a mai figyelmét, egy hét múlva ismét várom önöket, most pedig nem menjenek el, mert következik az Ez történt a héten című összeállításunk. Viszontlátásra!